Szervuszok, jó estét mindenkinek, hát itt egy újabb szerda este, amivel én felém az jár, ugye bár, hogy itt egy újabb adása, Szellemkép című folyamatos műsoromnak, és amit erről a műsorról tudni kell, ugye, régi motorosok ezt már jól tudják, olyan filmek kerülnek röviden bemutatásra, amelyeknek köze van, vagy valamilyen szinten a parapszichológiához, tudatúj dimenzióihoz, vagy mondjuk a spiritualitáshoz és az ezotériához, jó esetben mondjuk mind a két területhez. No hát ez a 22. adása ennek az évadnak, Úgyhogy nagyjából fél éve zajlik, és akik követték ezt a sorozatot, jól tudják, hogy meddig is meglehetősen színes volt a paletta. Tehát túlvilággal, médiumítással foglalkozó filmek mellett science fiction, szinkronicitás, időutazás, annyi minden szerepelt benne. Hát most visszakanyarodunk kicsit a kezdetekhez, ugye annak idején az évadot Más világ egy című filmmel nyitottuk, ami ugye arról szólt, hogy vannak olyan lelkek a spirituális hagyományok szerint legalábbis, akik nem veszik észre, hogy meghaltak és itt ragadnak a földi környezetben. No hát szerintem ez tényleg egy remek film volt, Nikol Kidmennel filmje lesz, majd ezt követte ugye a Csodás álmok jönnek című amerikai film Robin williams -el ami pedig alapból a túlvilág természetét igyekezett szerintem, érzésem szerint így fogalmazok, meglehetősen találóan bemutatni, no, ha valaki nem ismerne, vagy most találkozunk először, Mondanám, hogy Paulinyi Tamás vagyok, és több mint 30 éve foglalkozom olyan jelenségek kísérleti vizsgálatával, mint például a telepátia, az előérzetek, a távérzékelés, mindez pedig nem csak karosszékből filozófiai síkokon folytatom, hanem pár évtized kutatási, konkrét kísérleti múlt is áll mögöttem, emellett egyébként nagyon szeretem a filmeket, az irodalmat, úgy, hogy ezt a kettősséget most is megkapjátok ebben a műsorban is. A műsor mint mindig élőben arra szolgál, hogy a felétől beszélgetésre is jusson időnk, amit technikailag mi úgy oldunk meg itt a Facebookon, hogy beírjátok a hozzászólás rovadba. a kérdéseket. Hangsúlyozom, mint mindig, hogy nem csak kérdéseket várok, hanem hozzászólásokat, megvitatható gondolatokat. Ez a mai film eléggé izgalmas kérdéseket feszeget. Van-e tényleg olyan köztes valóság, amikor a lélek már itt sincs ebben a földi létben, testi létben, inkább úgy mondom, és még nem lépett át, nem lépett ki a földi környezetben. No, ez a film erről szól. Hát vágjunk bele. Ezt a filmet egyébként meglehetősen szélsőséges fogadtatással köszöntötte elsősorban a szakmai közönség. Tudni kell, hogy 2009-ben készültem annyira régi, új-zélandi, angol, amerikai koprodukcióba, és hát a rendező a szakmában egy hatalmas név, Peter Jacksonról van szó, többszörös Oscar és mindenféle díjas, hogy világos legyen, hogy beszélek, Tolkien regényeiből ő rendezte meg a Gyűrűk Ura trilógiát, és az egyéb hobbit filmeket, No hát nagy várakozás övezte ezt a filmjét is ennek megfelelően, és tudni kell, hogy ez a film egy sikerkönyvből készült, szintén ugyanezzel a címmel, magyarul is megjelent, komfortos mennyország, Lauli Bons, eléggé nehéz lefordítani magyarra, kedves szerelmetes csontok, hát most ezzel mit kezdünk mi magyarok, és a sztori egy kislány körül forog, a fogadtatás egyébként úgy ö, reagálta le ezt a filmet, hogy hát több is kitellett volna belőle. Ami egyöntetű pozitív vélemény volt, a főszereplők kislánynak a színészi játéka, ő játsza Suzi Salmont, igazi rendes neve, hát ezt kimondanom, nem lesz könnyű, Seorszá vagy Ranen mégis egy ír kislányt találtak erre a szereple mindenféle új-zélandi válogatások után. Főszereplők közül, mondom még, Mark Wahlberg, aki édesapját Jacket játsza a főgonosz a sorozatgyilkos, meg bizony van egy sorozatgyilkos ebben a filmben, George Harvey szerepét illetően, és egyébként hát megint jön egy nyelvtörő, nekem szerintem tudcsinak mondják, mint a gucci -t. Stanley Tucci, maradjunk ennyi be, hát, ha valaki jobban tudja, hogy ki a vít. És még két név, édesanyád Szuzinak Abigail Trechel Weiss alakítja, és egy nagy régi név, nagymamája pedig Susan Szerendon. Na, lássuk az első képet, és lássuk Suzit, Szuzi szelmont. Ahogy ő mondja a film elején és a végén, a nevem Salmon, mint lazac. A keresztnevem Suzi, ezzel kezdődik és végződik a film. 14 éves voltam, amikor meggyilkoltak. 1973. december 6-án szomorú Mikulás ünnep. Itt voltam egy pillanatig, aztán elillantam. Hát az, hogy itt valaki közli, hogy őt meggyilkolták, az ugye már világosan sejteti, hogy ő egy, egy szellemi szférában tovább létezik, és erről szól maga a film. Itt ugyan ez a jelenet már az ő túlvilágát, vagy köztes lítét mutatja be, de látjuk, hogy tényleg egy, -egy nagyon kedves, derűs, talpra esett kislányról van szó, milyen kár érte, hogy 73. Hát december 6-án meggyilkolták, legalábbis a történet szerint, de hát akkor menjünk szépen sorba. Van neki egy-egy olyan középkategóriás, abszolút normál amerikai élete, papával, mamával, nagymamával nézzük meg a kettes képet. Ez elég jó, megvan alapozva. Érzelmes jelenetekkel, és a legnagyobb kötődés nemcsak az életébe, de még ebben a későbbi fél féltúlvilági, ez amit a félalvilági mondjuk létezésébe is papájához kötődik, tehát a Szuzit láthatjuk, említett módon Mark Wahlberg színésszel, és éppen ilyen hajócskákat raknak be, ilyen üvegbe van ez a rögeszmés hobbi, hát akik van, türemet csinálja, és ez még majd előbukkan dimenzióváltások közepette ez a bizonyos hajós sztori, erre szeretnék majd visszatérni. Uh, ugorjunk még egyet, mutassuk be akkor a családból nagymamát a hármas képen. Ő az a bizonyos Susan Sarandon, aki egy olyan karaktert alakít, amiben hatalmas lazasság van, többek között azért, mert masszív alkoholista, de nem a rosszabbik fajtából, hanem olyan, olyan, olyan feszegeti a határokat és a kereteket, így a amerikai merev normákat illetően, tehát mondhatni derült víz ebbe az egyébként szomorú, gyakorlatilag tragikus filmben, nagy barátok Szuzival, és Szuzi még azt is tudja, hogy a nagy mama tudja, hogy van neki egy kis és már is ugorhatunk a négyes képre, Itt láthatjuk az udvar lóját ugye a gimnáziumban, nagyon helyes srácot, Ray Singh az ő neve ebben a filmben, és hát kiderül, hogy a srácnak is tetszik a Suzi, nem csak a Szuzinak a srác. Ő is visszatér majd egy érdekes jelenetben a film végén. Rögtön a film elején, amikor beszélgetnek, egy rendezvút kér Suzitól, hogy majd találkoznak szombaton, és észrevétlenül egy kis papír becsúsztat, ez még fontos lesz. Suzi könyvében, Suzi pedig nagy boldogsággal elindul hazafele. Na no, hát köszönöm szépen a képet, és most jön, most jön a szomorúság, most jön a báránybűrbe bújt farkas. Első ránézésre a következő képen, az ötös képen egy olyan átlagos amerikai polgárt láthatunk. Ő a filmnek a George harvey -a, Mr. Harvey. Ő az, akinek a nevét óvatosan még egyszer kimondom, aztán nem forszírozom tovább. Stanley Tucci játsza. És igen, csak farkas van a báránybőrben, ugyanis gyilkos javából, gyerekgyilkos, mint ez ki fog derülni, sorozatgyilkos. Na most, amikor a mi Szuzi Szalmonunk elindul hazafelé, egy fél kilométerre a sulitól van a házuk, átgyalogol egy kukoricáson, és egyszerre csak belefut ebbe a úrba, Mr. Harvey-ba, aki nagyon kedélyesen és normálisan tűnő módon közli vele, hogy van itt egy ilyen kis gyerekeknek épített bunker, csapóajtó, és hát a, megnézheti a Suzi Suzi ott egy darabig ugye, óvatoskodik, áll nem, mégsem persze haza kell mennie, azt mondja, na jó. Hát akkor egy picit búcsúzunk el a sorozat gyilkosunktól, és mellézzük most a képeket, Történet annyi, hogy lenn a föld alatt egy tényleg egy ilyen sorozatgyilkos barlangocska, tele gyerekjátékokkal, nem más, mint csapda. És szép lassan elkezd udvarolni a kislánynak, Szózi egyre inkább gyanakszik, majd hirtelen kipattam belőle, hogy nagy a baj, elkezd rohanni föl a lépcsőn, mögötte ugye a vérszomja sorozatgyilkos, mint Mr. Hervi, és visszarántja Szózi, Szúzi Szózi meg pofán rúgja már, bocsánat, arcon rúgja a lábával, és fut tovább, lohol, szalad, és beér az esti városkába, és látja, hogy üresek az utcák. Teljesen üres minden, mint olyan holdfényben úszna. És rohan tovább, és, és hazaér, és az anyja hangját hallja, felszállít az emeletre, üres a lakás. Tehát itt kezdődik az az átlépés, ami egyébként vélhetően tényleg hasonló módon zajlik le a halál pillanataiban megmarad valamilyen szinten a fizikai környezetünk, de nem pontosan ugyanaz. Nincsenek benne például emberek. Az egész ugye az álom és a valóság közti homályos zónába kerül át, és egy horrorisztikus jelenetbe látja, hogy a fürdőszobában kárt vagy rongyal letakart arccal, ott fekszik Mr. Harvey, ez egy teljes képtelenség persze, mellette egy véres borotva minden csuppa vér él, Mr. Harvey, nem ő az áldozat nyilvánvalóan, és ott van a kis karkötő, és akkor paff, rádöbben, hogy bok, meghaltam. Még hozzáteszem, hogy a család nyilvánvalóan riadót fúj pillanatok alatt, hol a kislány, hova tűnt, telefonálnak mindenkinek rendőrség, járók előzaklatása, és a többi, és a többi. Szuzi pedig a majdnem üres utcákon, ott még úgy, úgy vibrál, hogy most merre van a valóság, látja, hogy az apja mutogatja a fényképét, de hiába integet az apjának, az apja nem látja. Ez is egy tipikus jelenség, amire nagyon sok, hát ha nem is olyan értem bizonyítékot, amit a Tudományos Akadémián azonnal elfogadnának, de nagyon sok támpontot és, és valószínűséget ad a halálközeli élmények világa. Erre most muszáj lesz majd visszatérnem, de még lehetőleg nyolc előtt. Úgyhogy készüljetek a kérdésekkel, túlvilág, köztes lét, halálközeli élmény. <coughs> a lélek feladata, a lélek sorsa a két világ között. No, Szuzi eközben rájön arra, hogy, hogy, hogy meg van halva. És akkor most jöjjön a következő kép, ugyanis ebben a fél nem tudok jobb szót még egyszer mondom, hogyha fél alvilági kifejezés létezik, innentől létezzen a fél túlvilági is, megszavaztuk. Találkozik egy kis akit mögötte láthatunk, őt Holinak becézik a kis szent hangulatú nevével, egy, egy ázsiai kislány, és hát lassan felvilágosítja ő is szóban, mint egy idegen vezető, jól értesült korábban érkezett áldozatról van szó, hogy ezzel túlvilágos ideje lenne tovább lépni. De Szuziban dolgozik folyamatosan az, hogy hát a szerettei, hát az, apja belehal, az anyja teljesen lefagyott, ilyen katató módon totyog, nagymama visz egyedül életet a lakásba, van ugyanis még egy, egy pár éve fiatalabb húga is Szuzinak, aki szintén teljesen, aki még lesz szerepe a történetben, szét van esett, hát, hogy a csodában ne lennének szét, és a gyakorlatilag eltűnt Szúzi, nem találják. Tehát rendőrség nyomoz, apja zaklatja a rendőröket, hónapok telnek el, itt a földön, inkább úgy mondom, mert a két világban nem feltétlenül egyformán telik az idő, és nincs, 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 nincs eredmény. Na most nézzük a hetes képet, itt a papáját láthatjuk. Jack Salmon, akit ugye Mark Wahlberg alakít, ezt olyan boldogan mondom ki, mert szerintem valahogy így kell kimondani. És a kép nagyon sok fontos asszociációt tartalmaz e világ és túlvilág kapcsolatát illetően. Kirakja egy picit látni a képen azt a palackot az ablakban, amiben az a kis vitorlás hajó van és ez egy gyertyát, mint egy világító tornyot. Ez is egy szimbólum a filmben, a világító torony, hogy talán megjön, talán megjön, valamilyen módon megjön, Suzi hazajön. És uh, Suzi közelít is felé, ezt a képen így nem látjuk, és a tükröződés tükröződéseként apja szemének láthatatlanul próbál valami jelt adni, valahogy jelezni, hogy él. Uh, Létezik egy olyan technika a halottakkal való találkozáshoz, itt most egy picit maradhatunk ennél a képnél, ez <coughs> számomra se egy annyira régi ismeret, most viszont annál inkább belevettem magam pár hónapja, ami gyakorlatilag teljesen normális, úgy értem, nem médiumi képességekkel megálltott átlagos emberek számára is, lehetővé tudja tenni, hogy picit átlássanak abban a másik világban. Tehát engem itt ez a tükör jelenet megfogott, és nem egyszer fordul elő ez a tükörtükrözés ebben a filmben, később is előjön majd. Van egy olyan hatása a tükröknek, főleg az ilyen fekete hátterű, és saját képünket is picit visszatükröző, a másik oldal csak olyan sejtelmesen dolgokat mutatott tükörnek, vagy tükröknek, amiben hajlamosak megjelenni akár régebben elhúnytak is. Tehát ezt mennyire tudatosan kezelte Peter Jackson, a rendező, vagy, vagy mennyire érzett rá arra, hogy ez többször megjelenik, ezt nem tudom. Erre a kérdésre, erre a technikára nagyon szívesen visszatérek a műsor második felében. Na viszont, mielőtt folytatnám a sztorit, mondanám nektek, hogy az első negyede biza eltelt. Tehát már a első felének túl vagyunk a felén, és kérdéseket még nem nagyon látok. Nem kötelező, firenejtsetek, de érdemes. Üm, nyugodtan már most beírhatjátok, inkább gyűljenek a kérdések, és akkor egyből nyolc körülbelül bele lehet vágni. Na, ott tartottunk, ugye, hogy több mint egy év eltelt. A család teljesen kataton állapotban van. Apjának, és most egy kicsit ilyen képmentes állapotban, illusztrációmentes állapotban fognak nektek hadonászni. Rohamai vannak a fájdalomtól, a tehetetlenségtől, és fogja ezeket a zárt pici vitorlásokat, és törve, zúzva szétveri. És ahogy itt törnek a szobájában, ezek a palackok is, és roppannak össze a pici hajó szozi világában egy őrült nagy óceánba csapódnak be a törött tüvegek, mintha életnagyságú hajók lennének benne. Tehát ezek annyira megérintik az embert, engem legalábbis, hogy, hogy lehetnek ilyen áthatások, hogy az egyik világban e, piciben működik, a Battle Joe című filmben is láthatunk egy ilyen áthatást, amikor a terepasztal a másik világon valódi valóság, ami itt terepasztal, az ott így szimbolikusan kiszabadulnak a palackból, a törött palackokból, ha másképp jelenik meg. Mindeközben mama elköltözik, Abigail, Suzi mamája, nem bír mit kezdeni a helyzettel. Nagyon sok szülő van így egyébként, amikor meghal a gyereke vagy, hát itt nyilvánvaló, hogy meghal. Tehát most ez attól függetlenül, hogy nem találtak meg a nem enged senkit a szobájához nyúlni, Lin, vagyis Susan Sarandon, ott kiáltozza, hogy kriptát csinálsz a házból, lép tovább rajta. Tehát most nem tudom, ki a jobb pszichológus, minden esetre megfagyott náluk az idő. És a nyomozgatás nem vezet semmilyen eredményre. Na de, van neki egy huga, Suzinak, aki a kezébe veszi, lincejének hívják, a nyomozást a maga kislány módján. És elkezdi fürkészni, ami Mr. Harvinkat, tudja, a sorozatgyilkost, ezt a látszólag kedves, de igazából egyáltalán nem kedves ember, hogy lenne kedves egy sorozatgyilkos. Főleg a sorozatgyilkos. Lehet, hogy vannak kedves pillanatai, de ugyan blokk arról híres, gondolom én. Na mindent egybevéve, egy alkalommal, amikor elmegy otthonról, mert hogy szomszédok mellesleg Mr. Harvival, a Salmon család, egy iskolai kocogásnál kivárja, amíg elmegy a Mr. Harvey, bemászik a pincelblakon, talál egy ilyen rejteket fönn az emeleten, padló, ilyen billenős valami, és hát rátalál arra, hogy dokumentált mindent a mi gyilkosunk. Olyannyira, hogy rajzok vannak a bunkerről, a gyilkosságról, sőt, Szuzi hajából is van egy tincs nem mellesleg, és ebben is van valami keserű szimbolika, Szuzit egy használaton kívüli kisebb méretű széfbe, mint egy mosógép akkorába, Szuzi holtestét, hogy pontos legyen, zárta be Hervi, és hát ott rejtegette, kim volt nála, és a rendőrség nem találtak semmit. És miközben döbbenettől ugye beájulva olvasgatja, a húga ezt a könyvet, megjön hárvi, felrohan, megpróbálja elkapni a kislányt, aki kiugrik a félemeletről, tovább szalad, és persze hát futás a rendőrségre, Mr. Harvey viszont gyorsan összepakol, és eltűnik. Nem is találják meg gyakorlatilag soha többé. Előtte azonban elviszi ezt a szekretert, ezt a páncélszekrényt, a város szélen lévő kis szeméttelepre, ha szabad így mondani, ott van ott egy ilyen, ilyen kis kráterszerű valami, ahova a lakosok nem túl tudatosan haigálják be a használt holmiaikat, és belöki, és az olyan elnyeli a mocsár, végleg eltűnik a kislány mindenki szem elől, a holtest <coughs> bezárva ilyen nyomorult <coughs> szévben. Itt megint átlátások vannak két világ közt. Suzi még közben ismerkedik a másik világgal, ahol képtelenségek zajlanak le, néha idefigyel, figyel, ide tekint, itt van a régi helyén, néha pedig, és aki látta a Csodásámok jönnek című filmet, arra gondoljon, azt idézi képi világban, teljesen abszurd valóságot él meg, és most jöhet a nyolcas kép, ahol egy olyan jelenetet látunk, ami tényleg megkapó, egyszerre van nappal és éjszaka. Tehát nálunk itt a, a földi valóságban ez úgy úgy nem jellemző, hogy egyszerre látjuk, és most nem az alkonyra vagy a hajnalra gondolok, nagy arra, hogy mit tudom én, föld egyik oldalán nappal van, másik oldalán éjszaka, ez nyilvánvaló, hanem úgy egyszerre, ahogy, ahogy itt látjuk. És a kis Holly, akit láthattunk, a túlvilági barátnő, fél túlvilági barátnő, hát viszik körbe, és vannak boldog pillanatok, derűs pillanatok, kislányosan, ilyen bozótból nyílt állatokat teremt magának, egy kis hercegszerű zöld bolygón vannak. És itt bukkan fel az a kérdés, hogy mennyire képlékeny a túlvilág, döntsük már el most, milyen a túlvilág, ilyen vagy olyan. Hát ez, 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 ez nem jó kérdés, a túlvilág olyan, amilyennek megéljük. Nem csak érzelmi értelemben, mint itt ezen a Földön a valóság. mert azért ugye, hogy szoktam mondani, abban megállapodtattunk, hogy Miskolc az ott van, ahol van, és hát amin elmennek különböző emberek, akkor azért ugyanazt látják. Mert a túlvilág nem ilyen. Tehát egyszerűen, ilyen, egyszerűen, ilyen, egyszer. Amolyan, és a mi képzeletünk teremti a valóságát. Tehát innen tér vissza újra és, és újra. Suzi és amikor a szemét ledobóba Mr. Harvey bedobja a szívet, akkor egyszerre csak látja, hogy eltelt idő, és volt barátja Ez egy idősebb lányjal, akinek ilyen gyenge médiumi képességei vannak, ilyen sejtései, és megint jön egy tükörjelenet, átnéz az ablakon, int a lánynak, a lány valamit megérez, és beájul. És erre Suzi úgy dönt, hogy hát ezért nem ment még el. Tehát gyakorlatilag Mr. Harvey, ha nem is lebukott, nem lehet vele mit kezdeni, a holtest te eltűnt, az ő holtteste, és fölé hajol a lány fölé, a fekete hajú lány fölé, az idősebb lány fölé, az ő majdnem néhai barátja, és hirtelen meglátja, hogy a Szuzi fekszik ott, kinyílnak így a szívek, meg a harmadik szemek, és megkéri, hogy csókolja meg, és utána jön az a, az a különös állapot, az a különös döntés, hogy szabad, most már szabad a lelked, tovább léphet. Hát köszönöm a képet, és most egy derűsebb túlvilági kép következzen, már amennyire derűs lehet hét darab halott kislánynak a Képe, de hát ugye a túlvilágon nem oszló tete meg kell találkozunk, a kilences képen ugyanis. Azokat a lányokat látjuk a másik világban, akik egytől egyig van, ez nyolc is, hogy van? Egy, két, öröm, negy, öt, hét, igen, nyolc lányka, akiket szépen zsinórba meggyilkolt Mr. Harvey, ezek egy kis hat évessel is. És hívják, hogy tartson velük. Menjen tovább. Tehát azért Suzi túlvilágképe egy-két ilyen mocsárban futó, meg rideg látomástól eltekintve, <coughs> csak az igazi mennyország, a mennyei állapotoknak a, a hangulatát tükrözi. És nézzük akkor, hogy végződik ez az egész megkapta a csókot, a valóságban soha el nem csattanó szerelmetes csókot, ugye, az ő majdnem barátjától, néhai barátjától, és eltelik néhány év, és látjuk Harvit, Mr. Harvit, és köszönöm szépen a képet, ahogy idősebben őszes bajussal, éppen ólálkodik a a körül, ahol cigarettázik egy ilyen kicsit emós, fiatal hölgyemény, és ajánlatja neki, hogy elviszi, szájon be nyugodtan, na hát ugye sejtjük, hogy ez az, amit nem kéne. És a lány elég karakán, és flegma, is lerázza öreget, hogy így mondjam, az ott totyog a jelenet szélén, meg egy ilyen, ilyen perem szélén, meg egy ilyen nagy nyiladék zuhatag, mondtam, mi van ott mögötte, és egy jégcsap elengedi magát egy fáról, egy ilyen jó nagy, megtermett fehér parancságú jégcsap, puff, beesik a nyakához, az inkbe, elkezd forogni ilyetében, lezuhan, 10-20 métert zuhan, és kitörje a nyakát, és meghalt, és megvan a költői igazságszolgáltatás. Hát tudjátok, nem történik meg az a feloldozás, hogy el tudják temetni a kislányt, de valahogy megjárta az ő útját, és odaátról valahogy megadta a feloldozást, még ha, ha ez nem is tudatosodott apjába és anyjában hogy tulajdonképpen akkor tájt oldódik fel az egész. A mamája beveti az ágyát, elkezdi átrendezni a szobáját. A húga, aki a gyilkosság idején még csak 12 éves volt, évekkel később van szó, terhes, majd látja összeházasodni a barátjával. Tehát valahogy az élet visszakerül a sínre, és Szuzi pedig belép a mennyországba, kilép ebből a saját komfortos mennyországból, és megy a még komfortosabb mennyországba. És hát ez a film záró sora, elgondolkodtató. Ezt mondja ő. Senki nem veszi észre, amikor elmegyünk. Úgy értem, abban a pillanatban, amikor tényleg távozunk, maximum egy suttogást érzünk, vagy <coughs> ahogy egy suttogás hullám lassan elhal. A nevem Szalmon, mint a Lazac. A keresztnevem Suzi, 14 éves volt, amikor meggyilkoltak 1973. december 6-án. Itt voltam egy pillanatig, aztán elillantam. Mindenkinek hosszú és boldog életet kívánok. Hát ez volt a film története, bő két órás filmről van szó, úgyhogy nyilván ez most egy ilyen vágta volt, zsombékra ugorva. És mielőtt kifejtenék még egy-két gondolatot és köszöntöm azokat örömmel akik már írják a kérdéseket egy utolsó képet nézzünk meg amiben szintén az élet a halál az alternatív valóság a szinkronicitás, a közteslét és annyi minden egyfajta időutazás jelenik meg hogy ott aztán lesz miért ide-oda kapkodni a fejünket ezt még a végén elismétlem, de most mondom nektek, mielőtt visszatérek erre a mai filmre, hogy Szandra Bullockkal a Megérzés című filmet ajánlom figyelmetekbe. Ebből láthatunk egy jelenetet a tízes képen. Na, ennek a filmnek is meglehetősen vegyes fogadtatása volt. Tény az, hogy van benne rendesen ebből, abból, amabból tér és idő és valóság és halál és szinkronicitás és egyebekből, úgyhogy lesz menő beszélgetnünk. Köszönöm a képet, és hát akkor térjünk rá arra, hogy mit is üzen ez a bizonyos komfortos mennyország. Én javaslom megnézni. Bevalom, nem olvastam a könyvet, és általános tapasztalatom, hogy jobbára a könyvek, az alapművek jobbak, mint a filmes adaptáció. Néha üvöltően, megalázom, vacak módon visznek filmre egy remek művet. Például itt van egy könyv, ezt nem tudtam, megemésztem, hogy lehetett egy ilyen filmet csinálni. Kurt a, a bajnokok reggel ilyen, de hagyjuk, mert vannak pozitív példák. Karácsony előtt fogjuk látni Nikos Kazancakis Krisztus utolsó megkísértése című könyvéből azonos címmel készült filmet, Martin scorsese -től. na, az aztán teljesen egyenrangú, az lesz aztán a film. Na, térjünk vissza, és mindjárt olvasom a, a, a kérdéseket, és amennyire tök válaszolok. Tehát a fővonala ennek a filmnek az volt, és engem megfogott így a könyv ismerete nélkül is, hogy egyrészt minden tragikum felett ahogy ennek a, a, szereplőnek, ennek a kislánynak, ennek a karakternek is megvan. Van valami mindent átragyogó derű. A következő az volt, hogy mennyire furcsa egymás mellett látni ezt a két világot, amik valahogy áthatásban vannak. De a mi fogalmaink szerint ezek képtelen dolgok, ezek a áthatások. Nem egyformán telik az idő. A másik világ képlékeny, mint az álomszövedéke. És mégis valahogy érzések, szándékok és, és sorsok rendeződnek át a két világ között, vagy hat egymással a két világ. És, és ezt szerintem nagyon szépen adta vissza ez a film, és elsőre kizökkentőnek tűnt a Susan Szalendon féle nagyszájú alkesz, nagymama, de volt benne valamilyen uh, derű ebbe az egészben, ami ezt felettette, tehát hogy bele tudtak vinni uh, ebbe a filmbe valami feloldozó derűt is. E, eredeti címe, igen, ez a Lovely Bones, írja valaki, uh, könyv, igen, ez az, uh, és hadd olvasom rögtön, ez pedig a harmadik hozzászólás, Barbara írja, The Lovely Bones, Alice Siebold könyve. Ezt a könyvet hoztam el a barátnőmtől, gondolom most ennyit a szinkronicitásról, most már biztos elolvasnám, hát, tessék elolvasni, magyarul és komfortos mennyorság, mennyorság címmel megjelent. Na, rátérek akkor a kérdésekre, ahogy ígértem. Majdnem fél óránk van még, úgyhogy tudunk beszélgetni. Nyugodtan írjátok a, a kérdéseket korty teácskával igaztalom magam, meg csitítom még mindig blúzos hangszálaimat. Na, Krisztina írja, a tükör, tükrözős, saját élményű tapasztalatról örülnek a mesélnem még. Szívesen. Raymond Avery Moody a halálközeli élmények Atyja. A kutatásnak, a rendszerezésnek, a, a fogalom és a jelenség megismertetésének volt szerencsém vele személyesen is találkozni. Én moderáltam és, és szakértettem egy kerekasztalt mellette, nagy megtiszteltetés volt. Egy-egy megbízható orvosként ismertem, meg világszerte ismerte az Élet az Élet után című könyve ő ott arról beszél, hogy a klinikai halál állapotában, és ez most ide kapcsolódik egyébként, az emberek tényleg elszakadnak a testüktől, tényleg átlépnek egy másik idődimenzióba, ahol számukra múlt elevenedik meg, a és nelség. Klinikai halál azt jelenti, hogy az illetőt újra csak egy darabig, pár percig, elég nagy idő az odát, e, nincsen életfunkciói és ilyenkor a tudat elszakad a testtől. És találkozik a rokonnaival, vannak emberek, akik megérzik a váratlan meghal egy hozzátartozójuk jelenésként. Így és úgy, és amúgy, és ő dolgozott ki egy olyan technikát, amit pszichomanteumnak nevezett el egy, egy régi görög szó után, ahol némi gyakorlattal relaxált meditatív állapotban fekete tükörben, vagy egy fekete függönyökkel leszűkített sötét térben, az emberek zömének megjelennek elhúnyt hozzátartozók, nem feltétlenül abban a formában, ahogy meghaltak. Ez olyan, mint a halott rokonokkal, konkrétan a klinikai halottak találkoznak ebben a független tölt állapotban. Láthatom én a nagymamámat úgy most, amikor én még meg se születtem, annó, mert ő még csak, mint a anyámat se szülte meg, meg gyerek volt. A lényeg a lényeg, hogy felfedezett egy gyanősi technikát, amit a görögök használtak. Fekete tükör alatt, ugye az asztékok is. Mi több, a középkori mágusok is, még a pre-kolumbiánusoktól került ide, Erzsébet királyné udvarába még pedig a jó régi első Erzsébet királyné. Tehát ez, ez valami középkor közepén volt, mint a 1500 es években, John D. nevű udvari mágus azt látta, az tükör, fekete tükör. Nem muszáj, hogy fekete legyen, csak akkor fekete háttér kell, felé, kell fordítani. És pusztán annyi világítást lehet megengedni, mondjuk egy teamécsest a hátunk mögött, ami egy nagyon halvány derengést ad. És hogyha ebben a szögben elénk állított tükörben várakozást -e és meditatív állapotban várunk, akkor valóságszerűen, valószerűen bukkanhatnak fel rokonok, és oldhatók fel olyan problémák, kötések, mondhatók ki, gondolatokon át oda-vissza, olyan dolgok, amik nem hangzottak el, nem történtek meg, és, és gyászmunkához fejlesztettek ezt a, a technikát, alapvetően egy, egy ideiglenes, pici ablakot nyit a túlvilágra. Ez nem fényképezhető. Ez a tudat és a másik valóság köz zajlik. Úgyhogy annyit tudok mondani röviden, hogy én már meg is barkácsoltam a kis tükrömet, a fekete tükrömet, kísérleti szinten szeretném ezt tanulmányozni, és nem boldogan adok, majd, majd beszámolok. Na de halladjuk mert jönnek a kérdések. Tehát még nincs konkrét élményem ezzel, de küszöbön áll, hogy ezt, ezt, komolyabban vegyem, és elkezdjek tényleg módszeresen kísérletezni. Erzsébet írja, az óra pedig, illetve az idő, az eljár, és telik, legalábbis itt nálunk, mármint a földi lédon. Tibeti halottas könyv szerint van a halál után egy állapot mindenkinek 49 nap, amíg ebben a köztes létben van, és csak utána tud eltávozni a lélek. Ez erőszakos ha lenne, lehet, hogy tovább tart. Hát érdekes módon egybecseng ez a 40 valahány nap. A népi hagyományokkal, az ősi kultúrák meggyőződésével, tehát valami lehet benne, ezt az ember valami intuitíve érzi. Vagy mint a tibeti alattas könyv, ugye tibeti szerzetesek saját időleges testelhagyásain és, és, tudatváltozásain keresztül kerültek, mint igazság és mint valóság leírásra. Nem esküdnék meg, ezt, ezt baromi nehéz kutatni, de elég valószínű, hogy igen. Tehát egy, egy bő hónap. Hát aztán kivételek nyilván vannak. Azt szokták mondani, hogy az itreket lelket, mint például a várkastélyokban kísértetek, mondjuk, tehát óvatos vagyok, érzitek, muszáj. Tehát állítás szinten kutatói szemszögből én nem bologathatok minden, azt mondom, hogy valószínű lehet, vagy időnként az, hogy igen, az egy biztos jelenség. Tehát Erőszakos halálnál úgy tűnik, hogy a tudatban van egy ilyen pak bekattanás. Azt mondják pont a tibeti buddhisták, hogy az egész túlvilági létünket a halálunk pillanatában jellemző tudatállapot határozza meg. Olyan szinte, hogy még a következő újra születésünkre is rányomja a bélyegét. Ebben a filmben, ugye, amit ma vettünk alapul a komfortos Magyarországban. Mondom, egyszerre egy, egy borzasztó tragédia, egy gyerekgyilkos, sorozatgyilkos tettei kerülnek elő, és ami emelkedett derű. Tehát itt, itt, nem egy tébolyult itt ragadás volt, inkább valami szándék a szülők felé, a harmónia visszazökkentés felé, még csak nem is bosszú vágy feltétlenül valahogy visszaállítani dolgokat a helyükre. Tehát igen, azt írják itt ott, azt mondják, azt beszélik a spirituális hagyományok, és ez is egy, egy dolog, hogyha sok különböző helyről halljuk ezt vissza, hogy erőszakos halálnál jellemzőbb a itt ragadás, vagy a hosszabb, ebben a típusú köztestétben töltött idő. Köztestét, mint kifejezés a buddhizmusban foglalt, ez nem arról szól, hogy <kül> félig itt van, félig ott, hanem arról, hogy két testi létezés közt van egy tudati létben, ami nagyon csak odéban. No, Éva, szia! Igen, majdnem ugyanaz. Érdekes kérdés, hogy az erőszakos halállal eltávozott ember meddig marad itt nálunk. A családban volt erőszakos haláleset. Az unokabátyám hunyt el úgy, megkéselték egy kocsmai velekedés során borzasztó. Azt tudom mondani, amit az előbb, ö, úgy tűnik, hogy valahogy hajlamos, főleg akkor, hogyha egy, -egy tébolyult állapotba kerül valaki, tehát az egy sorozatgyilkolászás egy gyerekbe vajon mit ébreszthet. na azért hozzáteszek valamit, ha már itt tartunk. Hát azért milyen borzalmak voltak mondjuk, és ma is milyen borzalmak vannak a háborúkba. Tehát dóra hírosimaiaknak oda csaptak, és 120 ezer ember meghaltakra a Kurszki tankcsatában, tudom én, 200 ezer. és akkor mi van? Akkor mi ott van? 200 ezer lélek a mezőn? Mondják, hogy vannak ilyen, ilyen nyomok, bizonyos médiumi képességű emberek. Ez sajnos nagyon nehéz letesztelni. Az egész emberiség azért hemzseg a erőszakos véget produkáló dolgoktól. Tehát a történelem mindig is kegyetlen volt. No, Klári következik. Szia, Klári. A sziázás az ilyen ismerősöknek szól. Engedjétek meg ezt a kis pluszt. Mindenkinek mondom, hogy szia, de nagyon jó tudni, hogy ki van a név mögött. Az embereket érdekli, hogy mi van a halál után. Megfejteni a láthatatlant, a tudatvilágát, de hogy élik az életet, elfelejtik, hogy benne vannak, <tosz> egy szépen megrendezett, összerakott, választható lehetőségekkel teli világban. A film valós elemeket tartalmaz. Halálközeli élményeket sokan megéltek, átéltek, de a tudatilag egész más utazások, dimenziók között tisztánlátás, érzékelés, tisztánhallás, telepátia, létezik egy másik világgal, pontosan tudják, pillanatról pillanatra minden rezdülésünket, gondolatainkat, tetteinket, akár csak Szuzi a filmben, aki nyomon követi az eseményeket ég és föld között a mennyország kapuja előtt. Legfontosabb mondani valójában, hogy semmi sem marad büntetlenül, elvaratlan szálak nem maradnak, ahogyan a filmben, mindenki derül a végén, megérted. A cél a felismerés, megérted az eseményeket, a történéseket, mi, miért van, miből mi lesz, vagy lehet. Ha hát látjuk a helyzeteket, változtathatunk, ha figyelmesek vagyunk. Ahogy Szuzi is mondta, Elkerülhető lehetett volna a tragédia? Választások? Döntések? Én azt gondolom, itt ugye szerepelt Klári, amit írtál, egy olyan, hogy a büntetése megérdemel büntetés ahol így írtad inkább, hogy semmi sem marad büntetlenül, el van a nem maradnak. Tudatnak, érzésem szerint és Bizonyos nézetek szerint. Van egy olyan világ, és igazából a halálközelmények is inkább ezt erősítik ezt a hozzáállást, ahol uh, nincsenek megbocsáthatatlan bűnök. Történések vannak, és az emberek lelkében okozott szenvedések. És azt gondolom, hogy az a fajta felejtés, ami jellemzi a mi hétköznapi testi életünket, hogy nem látunk át a függönyökön. Az nem véletlen, tehát benne van a pakliban az is, hogy kíván tőlünk egy, egy egy saját döntést, egy felelősségvállalást a, az életünk. percről percre, ebben-abban látnánk mindennek az okát, az eredményét. Nem is lenne olyan súlya, olyan tétje, ha lehet így mondani. Tehát... Egyrészt eh, nagy bölcsesség az, és a léleknek hatalmas erő, ha megtanuljuk azt, hogy nincs semmi, ha meghalunk. Tehát nem a haláltól kell félni, hanem a megéletlen, beteljesített len pillanatoktól. Attól többet, boldogabban, szebben, kerekebben tehetünk volna. De annak se a bűntudat kell legyen a folyamányon hanem egy erő a változásra és az alakításra. És semmivel soha nem vagyunk elkésve, megint egy veszélyes dolog, mert valahol el vagyunk késve. De nem úgy, hogy a végén csattan az ostor, hanem egy kár elpazarolni a szépségét és a lehetséges kifejtését a lényünknek. De végső soron, és most nem feltétlenül a reinkarnációra gondolok, minden élmény élmény. Tehát ez egy hosszú hozzászólás volt, és alapvetően egyet értek, Lári, veled, mint általában. Tehát azt gondolom, hogy végül minden szála helyére kerül. Inkább azt a két szavadat, vagy filmondatodat idéznem, hogy elvaratlan szálak nem maradnak széla a felismerés, megérteni az eseményeket, a történéseket, igen, miután megtettük, miután végig mentünk a utunkon. De ez a fajta látásmód ad egy türelmet, és ugyanúgy, hogy ebben a filmben is, és ezt többször hangsúlyoztam, egy derült, egy a súlyos földi lépések közt egy kis súlytalanságot. Na nem sokat legyen azért súlya a dolgoknak, de azért legyen benne egy kis valami cinkos mosa is. No, nem tudom, hogy állunk kérdéssel, hogyha a híreket majd mondom, és nagyon ide tartozó infót szeretnék majd mondani a végén egy-egy ingyenes, tehát most nem minden le akarok tolni a torkotokon, a programon, de ha ezt leszámítjuk, akkor alig 10 percen van. Na, Éva írja, az én nagymamám szerintem még sokáig itt is tartotta a fiát. Naponta ment ki a temetőbe friss virággal. Addig ment, amíg bírt menni. Több mint 30 évről beszélünk. Ez nem biztos, hogy, hogy beteges. Attól, hogy nyárt a temetőben, nagyon azért ezen a pont 30 éven át, ez mondjuk elég gyanús. Tehát nem, olyan értelemben nem nevezném normálisnak, hogy ez a megszokott. De az tény, hogy felhozta egy kérdést, ami gyakori és, és igen, valószínűleg létezik, hogy az elengedés nagy feladat, tehát a, a lelkeket is meg lehet bilincselni. Ez az élők feladata, hogy, hogy elengedjék a lelket, hogy elengedjék a szálakat, rábólincsenek, de furcsa módon a, a holtak lelkei úgy tűnik, hogy nem szabadok addig, amíg erős érzelmi kötések vannak rajtuk, és ugye akkor a holtak is tudnak megbocsájtani. Na hát, hogy ez milyen szinten és hogy zajlik, ez nagy kérdés. Addig is, amíg ez eldől, nem tudom, mikor fog megnyugtatóan eldőlni, érdemes itt bent az oldásokat, a kötéseket feloldani, bocsánat, az oldásokat megtenni, az elengedéseket, bajunk nem lesz belőle. Az egész évet, egy elengedés többek között. Tehát a változás, ez, egy olyan dolog, hogy itt is úgy is megtörténik. Na, így vagy úgy. Erzsébet írja, akkor predestináció van, hogy elkerülhető lett volna a tragédia. Hát ez egy jósi kérdés, hogy szabad akarat van, vagy eleve elrendeltetés, predestináció. elővégzhet ha szabad így fordítani. Véleményem szerint nincs olyan módon predestinálva létezés, hogy köbevésbe és kikerülhetetlenül hajlamosíthatnak sorserők, sorsokat, végzeteket. Még az asztrológia is azt mondja, most amit az asztrológia egy exakt természettudomány lenne, hogy nincs egyértelmű halálpont az életben, vannak olyan pontok az időben, ahol kiárat van. És véleményem szerint asztrológia nélkül is ezt elmondhatjuk, hogy különböző szinteken lehet értelmet adni egy életívének ott éppenség vége lehetett volna. Aztán mégse lett. Nem akarom bonyolítani a kérdést, de azt gondolom, hogy bizonyos szempontból alternatív valóságokban élünk, és mi állítgatjuk a váltókat, hogy meghaltunk, nem haltunk, meg most melyik jelenetben, vagy forgatókönyv szerint vagyunk. De vannak olyan tragédiák, sőt, tehát minden, ami történik, Amikben szintén megtalálunk minden fájdalmuk mellett, minden veszteség mellett valamit, amiből épülni lehet az itt maradottaknak, az eltávozottaknak. És most nagyon furcsát fogok mondani magának a sorozatgyilkosnak. Nem azért, mert megkapta a büntetést, hanem ez is egy óriási műnek az része. Ki mikor milyen szerepet játszik? Gyerekkoromban annyit tűnődtem azon, vannak ilyen totál ellenszemves filmszerepek. Milyen színész az, aki elvállal ilyen sorozatgyilkos szerepet? Hát Istenem, valakinek el kell vállalni, de ezt ne predestinációnak vegyük a sorsunkban. Azt akarom csak ezzel mondani, hogy váltók állíthatók. Nem gondolom, hogy kőbe van vésre minden, de hajlamosító. Sorserők léteznek, amiknek pedagógiai értéke van, még akkor is a helyenként tragikus, egy gyerek erőszakos halála. Elég tragikus, nem? Erzsébet írja: <kül> A buddhizmus szerint a föld tudatosság, a szükséglete a testünk, ott és akkor, ahol meg a földnek szüksége van a szerves anyagainkra, Hiha, oda utazunk, ahova a föld hív. Mi a véleményed? Hát ez egy, ez életben nem hallottam, erről pedig az a buddhizmus nem idegen tőlem. beleértve a buddhizmus tanításait nyilvánvalóan. Hát ezt azért én nem tudom. Nekem ez, ez, ez nem annyira jön be, hogy gyere ide, oda kéne egy kis nitrogén műtrágya helyett, meg nem tudom, foszfor. Ott a helyed, ott haj meg. Én már bocsánat, hogy ilyen ö, rossz humorral kommentálom. Oda utazunk, ahol van föld, hív, Nem tudom. Az abszurdum lehet, de annyira nem látom értelmét. Tehát a, a, az emberiség, mint biomassa, persze lehet, hogy a giliszták, a hallak, meg a sündisznók is ilyen módon halnak meg, de az emberiség, mint biomassa nem megy olyan nagy dolog, elférnénk a Vezúv kráterében, még a Balaton se töltenénk, meg ha egymás Nem tudom, nem tudom, Erzsébet, nekem ez nem, nem érint meg ennyire ez a gondolat. Én azt gondolom, hogy ha mégis marionettbábok lennénk, predestinált marionett bábok, értitek? A báboznak velünk, és a bábú azt hiszi, hogy ő dönt, és ő mozgatja a kezét meg a lábát. Valahol akkor is egészségesebbnek gondolom a szabad akarat illúzióját. Az is valami, mert úgy se tudjuk se si az egyiket, se si a másikat végletes, ezerszázalékos biztonsággal kijelenteni, hogy igen, ez van. Ez valahogy többet ad a sorshoz, meg a játékhoz. És még egyszer mondom, mint a karma, hát gondoljunk például a karmára, hát az is lehet, hogy karmikus erők predestinálnak, determinálnak. De bocs, semmi más nem tudtam tenni, elnézést, hogy megfolytalak, de hát ugye nem én voltam, nekem csak a kezem mozog. Hát nem, nem, nem így gondolom, se a karmát, se a lehetséges determinációt. Még egyszer mondom, hajlamosított tényezők vannak. De van egy szabadságfokkal mozgásunknak, és az már pont elég. No, hát kedves barátaim, ahogy nézem, ennyi kérdés jött, és most viszont azt kérném, hogy legfeljebb a következő alkalommal folytassuk ebbe a témakörbe a beszélgetést, ugyanis pár perc van mai műsornak, mai adásnak a végéig. Úgyhogy én egy nagyon rövid összefoglalást tennék, mielőtt jönnek a hírek. Ha valaki nem látta ezt a filmet, és felkeltettem a kíváncsiságát, javaslom nézze meg. Tehát azért ebben még benne van egy plusz szépség, nyilván, nem csak ez a darálás, amit itt a sztorival előadtam. Érdemes, pozitív kicsengésű minden tragikuma mellett, Elgondolkodtad elsősorban arról, de erről még szó lesz ugye a szellemképsorozatban, milyen is lehet az a másik világ, amire nincs rálátásunk, és a világok közt újabb világok létezhetnek. Na ezzel érdemes foglalkozni. És akkor viszont most mondanám nektek, hogy halál közeli élmények témában Kicsiny országunkban élt egy olyan nagy ívű élményt megélt ember, akit Putnoki Tibornak hívtak. Ha hihetünk abba, hogy a lélek tovább él, akkor úgy is mondhatom, hogy Putnoki bornak hívnak, csak testben nincs már velünk. Volt neki egy fergeteges halálközeli élményem. most hunyt el, nem olyan nagyon régő, úgy mond igaziból, <coughs> magyarul nem jött vissza, testben legalábbis és nagyon sokat adott az embereknek. Azzal a tapasztalatával kilenc percig volt klinikai halál állapotában, amit ő ott megélt, egy, egy olyan szeretetteli mozgalmat indított el, aminek máig élete van, szeretett kampány címszó alatt, és erre szeretném felhívni a figyelmeteket, és már láthatjuk is mindjárt ezt a kis plakátkát és Ö, hangsúlyozom, hogy ugyan kerek egy hónapra van, de érdemes eljönni. Tibor utódja a három úriember közül a középső, Fazekas Bence. Rátestálta ennek a szeretetfény alapítványnak a, a vezetését, a tanításait, és, és van mit hallgatni. Dr. Sujak János, a Doki, a verses Doki, ez főorvos lesz az egyik beszélgetőtárs, és szerénységem a másik. December 9-én 17-20 óraig ingyenes, 13. kerületi lángművelődési központban lesz megtartva, és aztán majd lesz folytatás, és újra, és újra, és újra. Ha már túlvilág, akkor álmok. Álom és a halál kapcsolata minden emberi kultúrában nagyon hangsúlyosan jelent meg az álom a kis halál, úgyhogy most beszéljünk az álmokról. December 3-án rendezzük közösen Zentai Annával, Marosán Angelikával, és jó magammal azt az egész napos programot, Álmaid Napja címmel, amit viszont a Magnetházban látogathattok, illetve ha valakinek nem jut hely, online is lehetővé tesszük. Részvétel persze nem ugyanaz. Én mindenkinek javaslom azt, hogy ha szeretne részt venni, a lehetőséggel, ugyanis ma holnap még egy, egy nagyobb arányú kedvezménnyel tud helyet foglalni, vagy rendelni részvételre, akár online részvételre is belépőt lehet ezt így mondani. Tehát egy december harmadikán lesz, ez a bizonyos nap, a Magnetház Juhar termében. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, idén viszonylag későn, most novemberben, november végje előtt indul az alfa modul képzésünk, ami arról szól, hogy ebbe a kegyetlen állapotban, ami most ránk szakadt itt a politikában, a nagypolitikában, a járványokkal, az inflációval és annyi mindennel találjunk már valami biztos pontot itt ben nyilván elsősorban, és azzal a biztonsággal éljük a napjainkat, válságból harmónia. Újra tervezés a mindennapokban, új horizontok a tudatszintváltásban. Na, itt is kedvezményesen lehet még benevezni, november 26-ig csatlakozhatsz. Ha valaki izgat, akkor menjetek rá nyugodtan a szintézis honlapjára, ugyanott találjátok egyébként a Elma Napja című programot is, és várunk titeket szeretettel még egy meglepetés, hogy tíz év majd tíz év távlatában idén is hirdetünk egy, egy olyan tártkapu programot erre az évre, ahol szociális nehézségekkel halmozott hátrányos helyzetűeknek ingyenes 75-50%-os kedvezményt biztosítunk. Tehát ingyenes azt jelenti, hogy ingyenesen részt vett a képzésen. No, ez ki lesz két nap múlva ennek a részletezésen. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem, velünk tartottatok, és jövő héten nem kevésbé izgalmas. Filmmel és témával várlak titeket, Megérzés című film lesz a boncolgatandó Szandra Bulókkal a főszerepben. Addig is mindenkinek a lehető jobbakat kívánom, ahogy Szuzi Szálmon mondta. Itt voltam egy pillanatig, aztán elillantam, én egy óráig voltam most itt veletek. Amúgy meg mindenkinek hosszú és boldog életet kívánok. Egy hét múlva találkozunk a Szellemkét következő műsorában.